ki tudunk jönni, de sétálni, szaladni, és csak pihenni is, és nekünk például a nyugdíjasoknak sokszor csináljuk azt, hogy kijövünk ide, és főzünk, és csinálunk ilyen összejöveteleket. Sok mindent jelent. Én számomra nagyon, mert én itt nevelkedtem, úgyhogy én nekem sokat. Nagyon örülünk ennek a játszótérnek, meg az egész minden nagyon jó tényleg. A tolnaiak számára a Dunapart egy ikonikus hely. Mindenkinek fűződik hozzá valamilyen élménye, és most, hogy elkészült és megszépült, boldog örömmel jönnek és hozzák ki a gyerekeiket is. Bár a beruházás hetekkel ezelőtt befejeződött, a hivatalos átadóval megvárták a gyereknapot. 2016 májusában került benyújtásra ez a pályázat. 2017 szeptember végén kötöttünk támogatási szerződést. Az év október 1-én kezdődött el a kivitelezés, és egy évre rá gyakorlatilag a műszaki átadás átvétel megtörtént. A Pesszofel Ágnes polgármester azt mondta, számos beruházást adott át ebben a ciklusban, de ez az egyik legfontosabb minden itt élő számára. A játszótéren túl azért egy nagyon hosszú futópálya, sétáló, sétány is kialakításra került, meg hát azok a sport területek, amik a kosárlabdapálya, streetballpálya, petangpálya került már kialakításra, vagy egy felnőtt fitness eszközökkel ellátott rész is van. Az Altaripa Parkban közel 500 cserjét és 120 fát ültettek ki, emellett 12 különböző játék és több sportolásra is alkalmas terület is kialakult. A beruházás most nem fejeződött be végleg, a következőkben a vízminőségének javítására és a kerékpárút kiépítésére helyezi a hangsúlyt Tolna önkormányzata.